A hagyományos lucfenyőnek 2000, a kék színekben pompázó ezüstfenyőnek 3000, a puhább levelű Nordman fenyőnek pedig 4000 forintnál kezdődik métere. Vásárló alig akad a fenyőfa dzsungelben, aki mégis arra téved, inkább az olcsóbb lucfenyőt választja. Formája nagyon fontos, meg körülbelül a gyerekek miatt a méret. Egy körülbelül ekkora kell, hogy azért sok dísz ráférjen. És igazából élőt szerettünk volna, csak most éppen nem sikerült. Utána kiültetni lehetne, és akkor nem szegény nem pusztulna el karácsony után. 3000-3005. Berke László őstermelő Nagykanizsa mellől jön 1960 óta minden évben Székesfehérvárra árulni a fáit. Ebben az évben közel 350 darabot kínál eladásra, de eddig csak 150 ment el belőle. Mint mondja, évről évre nehezebben megy az üzlet. Míg tavaly egy nap alatt közel 150 ezer forint értékben adtak el fenyőfát, addig idén egy hét alatt sem sikerült teljesíteni ezt a szintet. Úgy érzékeljük, hogy egy 20%-kal lassabb. Lassabb a forgalom. Mindenki vár az utolsó napokra. Még nem volt normális vásárlás. Igen lassan lehet eladni a fát. Napi 20 fenyőt többet nem lehet eladni. Azok, akik eddig még nem szerezték be az ünnepre a fenyőfát, a következő pár napban még megtehetik. Hétköznap este 6 óráig, 24-én pedig 13 óráig várják a vásárlókat az árusok. Aznap már féláron árulják az összes fajtát.